társunkat, elsősorban ugye a művésztől, Bodrogi Gyula, a nemzet színésztől. Köszönöm, akkor én már mehetek is vagyok. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit én is a mai estén, művész úr nevében is. És természetesen nagyon nagy izgalom és még nagyobb kaland előtt állunk, hiszen egy nagyon tartalmas beszélgetés elé nézünk. Akkor művész úr engedje meg már is az első tisztemet. Ön azt mondta nekem, mikor ide... Valamit szeretnék tegeződjünk, mert én biztos, hogy tegezni foglak. És akkor az a nagyon öregnek érzem magam, ha én azt mondom, szervezett, hogy tiszteletem az borgasztó. Akkor számomra megtiszteltetés, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Művész úr, engedd meg, hogy akkor elsőként megragadjam azt a szót, hogy amikor ide érkeztél, akkor adtál egy könyvet a kezembe. És találunk neki egy méltó gazdát. Polgármester úr is nagyon nagy vadász, és én arra kérlek akkor, hogy ezt dedikálva a polgármester úrnak már mindjárt a kezeibe. Adok tollat, jó? Itt. Ilyenkor lenne jó, hogy az emberek lenne négy keze, akkor mindent el tudja intézni. Mondja, de azt mondja, hogy vadász üdvözlettel. Így van. Így van. Milyen jó? Szabó Zsolt. Művész úr ragaszkodott hozzá, hogy ajándékba hagyja a könyvet, és polgármester úr nagyvadászként tiszteletkérvényt kap a művész úrtól. 060. Ez azt mondja 20-14. Így van, és harmadika van. 04,
és ide írom, hogy majdnem 15. 15. Drága polgármester úr. Nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm ezt a hálás és tiszteletre méltó közönséget. Mai estén beszélgetünk a színésszel, beszélgetek a vadásszal. Ugye Bea már a köszöntőjében elmondta, hogy a Nemzet színésze és Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész. A művész úr a pályáját néptáncosként kezdte, aztán elérkezett 1954 a Színház és Filmművészeti Főiskola, majd 1958, amikor kezeibe foghatta a diplomát. Művész úr, mesélj az évekről, hogyan kezdődtek ezek az évek 1958 után, hogy indult a színészi pálya? Hát először is, hogy hát 3 évig voltam hivatásos táncos a Szott együttesben. Hát az életem legszebb 51, 52, 53. 52-ben voltunk itt Bukarestben, akkor volt a Vitt, ugye 52-ben, akkor megnyertük a Vittet, az együttes, és hát tulajdonképpen, ahogy mondani szokás, az a szörnyű 50-es évek, amiről mindenki tudja, hogy milyen borzasztó volt, hogy milyen szörnyűségek történtek. Én úgy emlékszem rá, hogy reggel fölkeltem a 6:30-7 óra körül, bementem az együttesbe, elkezdtünk táncolni, énekelni, este 10-ig táncoltunk, énekeltünk, akkor hazamentem, ez így ment 51, 52, 53, tehát olyan szerencsés helyzetben voltam abban az időben, amikor a legszörnyűbb dolgok történtek, hogy végig énekeltem, táncoltam ezeket a nehéz éveket, aztán 54-be kerültem a főiskolára. Hát a főiskola az egy csodálatos dolog, mert az az utolsó pillanat, amikor az ember fantasztikus, hatalmas színésznek érzi magát. Ott nem kell semminek megfelelni, ott meg kell menni, el kell mondani a verset. Ha a tanár azt mondja, hogy jó volt, akkor jó volt, azt mondja, nem volt jó, nem volt, teljesen mindegy. Annál szebb 4 évet, mint egy felelőtlenül színészkedni 4 éven keresztül, közönség nincs. Néha bementünk a Nemzeti Színházba, ott statisztálgattunk. Tóval gyönyörű volt, 56. december 7-én, hogy azért egy kicsit változatos legyen a főiskolai működés, akkor megházasodtam ott az első felindulásból. Hát akkor egy ilyen divat volt, hogy a két ösztöndi mégiscsak több mindegy. Így összeházasodtunk Dörőcsik Marival 56. december 7-én. Még akkor javában lövöldöztek az utcán, mert érdekes volt, mert úgy házasodtunk össze, hogy tanunk se volt. A 8. kerületi tanácsháza előtt, ott, na most akkor hogy kellene, ahol itt van az anyakönyvvezető, ott állt egy bácsi, mit tetszik csinálni? Azt mondja, hogy semmi, csak átcsolgok itt nézelődőt. És van egy olyan fél óra ideje, akkor jöjjön, hogy legyen a tanunk, mert kellene nekünk házassági tanulózzá, nagy örömmel mondta. És bementünk, összeházasodtunk, mentünk hazafelé, de akkor gyalog lehetett csak hazafelé menni. Mindig bebújtunk egy-egy kapu alá, amikor nagyon erősen lőttek. És aztán így jött az 58, amikor végeztünk. Az alatt ugye már a főiskolán az ember mit csinál? Hát vagy szerepet tanul, vagy verset szaval, vagy rendetlenkedik. Hát én a rendetlenkedésből is kivettem a részemet, úgyhogy volt 17 fegyelmim. A 16-odikon rúgtak ki, és a 17-en vettek vissza. Úgyhogy nagyon élményszerű volt a főiskola is. És akkor elkerültem, a József Attila Színház szerződtetett. És az első olyan
szereplése, amikor a közönséggel már mint színész, diplomás színész találkoztam. Az első mondatomra emlékszem, az volt az első mondatom. Egy rozog darabba játszottam én a fiatal gyereket. Megállj, kolja, megmondalak a mamának. Ezt soha nem felejtem el, ezt a szöveget. Ez volt az első olyan mondatom, amiben találkoztam a közönséggel, a közönség hangjával, a közönség lélegzetvételével. És hát azóta, hát összesen, hogyha összeszámolom, az 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111. Hát ez 63 éve. Az gombózból is sok. 63 éve, hát más emberek 2-3 életet leélnek ennyi idő alatt. 60. Miért? Mit mondjad? Nem lehet annyi 63, mondjuk 63. 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111. Sajnos kijön. Próbáljuk visszafelé, de akkor is kellene. Szóval ez így alakult a dolog, és azóta hát olyan szerencsém van, hogy azóta szinte naponta találkozom a közönséggel. Most itt 60-ban is, ugye tessék, csak erre járok, aztán már itt vagyok is találkozom. A Grassalkovics azért építette ezt a kastélyt, hogy... Ön az első vendége. 80. születésnapom előtt azért azt mondja, gyere már be, nézzék körül, és mondjam. Meg kell mondjam, nagyon szép. Ügyen gyereked a Grassalkovics. Művész úr, említetted, hogy hogyan indult a pálya, említetted a József Attila Színházat, aztán eljött 1982, a Vidám Színpad, a Szíved Csücske. Hát az már akkor 82, az már akkor igazgató lettem a Vidám Színpadon. És 20 évig? Tehát 2002-ig? 2001. december 31-ig, akkor mondtam, hogy akkor leteszem 20 év. Hát színházigazgatásból 20 év az rettenetesen sok. De a 4 év, amit mostanában így forszíroznak, az meg rettenetesen kevés. Szóval 4 év alatt nem lehet színházat csinálni, 20 évig meg nem szabad csinálni, mert ez meg már nagyon sok. De minden esetre azért most is hagynám, hogy egy kicsit tovább igazgasson valaki egy színházat, ha már elvállalta, hogy azért meg tudja mutatni, hogy mégis mi az, amit elképzelt, mi az, amit gondolt egy színházról, és milyen színdarabokat, milyen színészeket, milyen társulatot, szóval. De a 20 évből 15 azért az nagyon jó volt. Az a társulat egy profi társulat volt. Igen, igen. Hogy emlékszel vissza erre a 20 évre, milyen volt? Hát nagyon, nagyon, nagyon jó emlékeim vannak, mert remek előadásokat csináltunk, remek közönség, nagyon sikeres előadásokat csináltunk. A végét azt azért sajnálom, hogy így elromlott, de azt nem tudja, kedves közönség nem tudja, hogy tulajdonképpen elromlott, mert nem tudom miért nem mertek nekem szólni, vagy nem akartak szólni, hogy már fölösleges vagyok. Szóval most már ugye akkor volt a tanács előtte, aztán jött az önkormányzat, és valahogy valakinek már megígérték, hogy ott a nő majd színházigazgató lesz, de nekem meg nem szóltak. Én megmondtam, hogy mondjátok meg, mert én 2001. december 31 leteszem, nem maradok tovább semmilyen szín alatt, csak hogy ki lesz, akkor betanítjuk meg, mint több. Nem, hogy pályázni kell, mert majd pályáztatjuk, és majd a pályázaton kiderül. Hát ez egy nagy linkség volt, hát nem volt semmi. Ők tudták már, hogy kit akarnak. De azért beugrattak egy csomó embert, hogy pályázzon. Azok pályáztak is. És nekem egy feltételem volt, és ez nagyon, azóta is nagyon fáj, hogy volt egy magja ennek a Vidám Színpadnak, egy olyan 10-12-15 fős mag. És én azt mondtam meg a KHT-nak,
vagy közhasznú társaságnak a tulajdonosa voltam 49%-ban, és mondták, hogy azt adjam le, adjam oda, mint így mondtam, én nem akarom, én akarom, hogy én legyek tovább is tulajdon. Nem, adjam. Na mondtam, egy feltétellel leadom, hogyha ennek a 10-15 embernek biztosítva lesz a jövője, akkor így aláírom és mehet, hogy ó, hát természetesen ennél egyszerűbb dolog a világon, nincs minden egyet. Aláírtam, bementek, átadtam a igazgatást, rá két hétre mindenkit kirúgtak. Azért nagyon sajnálom, ez egy nagyon-nagyon jó kis társulat volt, közönség nagyon szerette, és ilyen szavai hihetetlenség miatt, most már nincs is vidám színpad tulajdonképpen. Nagyon jó színádat csinál a Puskás, aki most csinálja, de az már nem vidám színpad, az már egy másik színház, ugyanolyan, mint a többi pesti színház. Úgyhogy azt sajnálom, ez az igazság. Említetted az előbb, hogy úgy érezted, hogy fölösleges lettél, vagy fölöslegesé váltál, de ez mennyire nem így van, ez az is tanúbizonyságát adja, hogy 70. életévednél a Nemzeti Színháznak lettél a színésze, és azóta is ott folytatod ezt a színészi pályát. Tehát meg tudtál újulni teljesen, hiszen a Vidám Színpad azért egy teljesen más műfaj, és itt azért a Nemzeti Színház pedig azért elég komoly, sőt, nagyon komoly drámai darabokban. Mennyire volt nehéz ez a váltás, illetve most milyen ez az életforma? Tehát is abszolút nem volt nehéz. Én ugyanis nem arra születtem, hogy színházigazgató legyek, hanem inkább színésznek születtem. Úgyhogy még éppen le se tettem a színházigazgatást, már hívtak a színházakba, hogy itt játszak, ott játszak, amott játszak. Úgyhogy észre se vettem, és újra színész lettem, visszakerültem a pályára tulajdonképpen, úgyhogy nem volt semmilyen zökkenő vagy ilyesmi, és a mai napig is, hát most már csak az, hogy a lépcsőt, mondtad, hogy kérek-e kávét, mondtam, hogy igen, hát akkor menjünk le, ígyünk egy kávét, mondtam, még egyszer ezt a lépcsőt nem járom, inkább nem iszom kávét. Na most ez egy olyan, hogy tegnap előtt még úgy ugráltam fel ezeken a lépcsőkön, ez az egy, ami ilyen furcsán hat az emberre ilyenkor, de most már ilyen korban be lehet vallani, ugye, 80 éves, az már mondhatja azt, hogy azért egy kicsit visszább azokkal a lépcsőkkel. De aztán a kávé mégis feljött. De meg is ittam. Egészségedre vált. Nem is tudom, mi lesz a szívemben. Művész úr, hát a mi korosztályunk azt hiszem, hogy a Süsűben találkozott a hangoddal, a legkedvesebb mesefigura kapcsán, vagy mondhatnám a Lindát, ahol a Linda édesapját játszottad, de számos szerep a szókimondó. Hát a klasszikus bohózat, a koton. De a klasszikusokat ne hagyjuk ki. Igen, a Shakespeare is, az is egész jól írt. Egész ügyes volt ez a Shakespeare is, de azért a koton azért. Akkor kanyarodjunk ide, jó? Jó. Tehát a komolyabb és a bohózatosabb darabok, illetve a mesevilága, aztán jött a Linda, a Charlie nénye, Koldusovára. Mi volt az a kedvenc darab, ami igazántiból úgy hozzád közel állt? A kedvencem, hát először is a vizsgálőadás, a Koldus Opera, az az egyik nagy kedvencem volt. És hát ami a komolyba, az ma a Vidám Színpadon csináltuk a Szomorú Vasárnap. Az volt az egyik a komolyba, a másik az Ügynök Halála volt, ami a komolyabb szerekben. De hát a Potya Utastól a Kaktusz Fia, imádok férhez menni, ahol hossza lehetne sorolni, nem beszélve a televíziós játékokról. Hát ott is ugye Linda papája, hát azért az se egy akármilyen helyzet. A Linda papája. Most nem régen ment, már is felejtettem, milyen hálátlan az ember.
Show Mihály kalandjai, hogy volt a televízióban, azt is nagyon szerettem. Hát mert nagyon sokat, egyáltalán szerettem, meg szeretek játszani, ez a jó érzés együtt játszani a közönséggel. És most milyen szerep az a Nemzeti Színházban? Most éppen az Ahogy tetszik-et mutattuk be, azt előtte az Aranyembert mutattuk be, József Attila színházban játszom a Mici néni két élete, akkor a Johanna a mágián, ezeket most próbáljuk az Operett című színdarabot, tehát folyamatosan játszunk, próbálunk. A megújulás és a jó egészség. Az egészség az egy nagyon fontos dolog, mert azzal mindent lehet kezdeni. Ha egészség van, az mindenre jó, a többit meg lényegében, ha spórolós az ember, meg lehet venni. Kedves közönségünk, művész úr, a mai este apropója két könyv kapcsán is összejött. A főszereplője a ma estének ez az első könyv, a Vadász néha főz is, de Bodrogi Gyulának megjelent egy másik könyv, az Irka Pirka, ami a jegyzeteiből, a gondolataiból született, és várt a könyv birtokává. Ez a könyv, ez a Vadász néha főz is, én beleolvastam és átnéztem ezt a könyvet, mindenkinek ajánlani tudom. Nagyon megfogja az ember, hogy miben és mivel, azt majd későbbiekben mondanám. Inkább úgy kérdeznélek, hogy amikor a vadászokkal találkoztál, hova kötődik ez az élmény? A gyermekkorodhoz vagy a család dolgokhoz? Mikor volt a vadászattal való találkozás? És hát ott a vadászattal való találkozás a gyerekkoromban kezdődött, mert az én papám is vadászott, aztán gyerekkorban akkoriban az volt, hogy nem számítógéppel, meg okos telefonnal szaladgáltunk az erdőbe, hanem csúzlival. De mostani gyerekek már nem is tudják, mi az a csúzli. Csúzlival vadásztunk, hát hol verébre, hol a vietlen kint kódorgott eltévedt csirkán, néha azt is véletlenül eltaláltuk. Tehát olyan régről, de hogy hivatalosan, tehát úgy, hogy papírral, igazolvánnyal, 1971 óta Benkő Gyula kollégám már nincs közöttünk, ő vitt el egyszer ide Gödöllőre vadászni, és akkor volt a vadászati világkiállítás 71-ben. És akkor tulajdonképpen így hivatalossá tettük a vadászatomat. Tehát az is elég régen volt már, de nagyon szeretem azóta is, ez egy nagyon jó sport, nagyon jó az emberek mások. Lehet, hogy azért, mert veszélyes üzem, veszélyes dolog van a kézbe, amivel nem lehet játszani, de egyébként is a vadászok 99%-a egyenes, becsületes, lehet számítani rá. Ez így összekovácsolódott az életem a vadászattal. A vadászati élmények és kalandokat tartalmaz ez a könyv szép fotókkal, illusztrációkkal és természetesen finom vadreceptekkel, amellett ne menjünk el. A felépítését illetően a vadász kalandok előtt mindig van egy bevezető arról a vadról. Nekem a legjobban a szarvasról írt szakaszok tetszik. Az, hogy van. Ha megengedem, akkor föl is olvasom. Na, nagyon jó, mert nem. Közönségnek kertcsinálóként itt a Trófeák Birodalmában, itt ami a teremben is ékesíti a díszletet. Tehát a szarvasról a következőképpen írt a művész úr: én a szarvas tisztelem, nem tudom megmondani miért. Van benne valami, amihez nagyon szeretnék hasonló lenni. De azt sem tudom megmondani, hogy mi az. Valami felsőbbség, valami bálványszerű, valami fennkölt arányosság, félénk és bátor, nagy és arányos, halhatatlan és gyönyörűen hal meg. Igen. És minden egyes ilyen bevezető után nagyon szép vadászati kalandok, megélt élmények fűszerezik a könyvet. Művész úr, azt kérdezném tőled, hogy mi a legkedvesebb vadászati élményed,
mihez kötődik talán hát legjobban? Éppen ez a... Vagy eltalálta? Ez a szalma, a Benkő Gyuszi, de amit az előbb kezdtem mondani, azt mondta, menjünk el, kimegyünk a Döllőre, és vadászni, és én is menjek vele. Hát találkoztuk, bejöttünk az ő Varburgjába, eljöttünk a Döllőre, itt várt a szekér, fölültünk, kimentünk egy ilyen erdő szélére, egy hatalmas nagy lucernás volt, és ilyen teli hold. A lucerna úgy nézett ki, mint egy ilyen nagy-nagy ezüst víz, tó, valami nagyon szép látvány volt, és ott ácsorogtunk, és egyszer csak így jobb kéz felől bejött egy szarvas bika, tépett egy kicsit, megint ment 2-3 lépést, megint tépett, megint. Kicsit, mint ahogy megérezte volna, hogy annyira nézzük, kicsit úgy ránk nézett, de látszott rajta, hogy nem látott meg bennünket, csak valami érzés lehetett benne, vagy mint egy ilyen divat bemutatóban kicsit úgy is megmutatta magát, hogy lássuk, hogy... Aztán ment még 2-3 lépést, és akkor egyszer csak úgy megindult, és olyan, mintha úszott volna ott a lucerna tetején, eltűnt. És én olyan nagy vadász akartam lenni, ugye hát teljesen le voltam nyűgözve a helyzettől, és mondom a Gyulának is, hát miért nem lőttél? Azt mondja, miért nem láttad, hogy milyen szép. És akkor ezt meghallottam, és azt mondtam, hát ha a vadászok ilyenek, akkor én vadász akarok lenni. Én nem ezt nem kerülök ki, ez biztos, hogy... És mai napig is ott van előttem a kép, ott van előttem, ahogy ott jön a bika, és az is, ahogy elmegy, és hát a vadászat az elsősorban szépség, gyönyörűség, pláne, hogyha kikap az ember egy ilyen éjszakát, vagy ilyen estét. És így, hogy úgy mondjam, beleszerelmesedtem a vadászatba. Így, ahogy mesélted, így szerintem a közönségnek is vizuális élményt nyújtott, hiszen el tudjuk képzelni mindezt a történetet, és korrá tapintottam ezek szerint erre igen, a pontra, igen. Hogy ilyen szépen van megfogalmazva a szarvasról való folyamat. Aztán sokan tudják lehet, az is lehet, hogy nem, hogy a fiadnak, Bodrogi Ádámnak igen. Van egy vadász étterme, és nagyon finom vadételek. Igen, meg van neki egy szállodája Inárcson. A Bodrogi Kúria. És van egy étterem, a Bodrogi Káfiat, meg ott van benne a Bakcsomópont, nála a Fűri utca 2-ben. A redek szerint az Ádámtól sem áll távol a vadászat, a vadász... Ne, de hogy is, ő is vadász, persze. Hát már 4 éves korában járt velem vadászni. Hát akkoriban, mikor apró vadvadászat volt, akkor arról szólt a történet, hogy melyik hajtónyakába követi az eseményeket. Mert azért 4 éves korában még a nagyobb hóba meg ilyesmi nem nagyon bírta, de beleszeretett a vadászatba abszolút ő is. Látott a vendéglőjében, aztán van egy-két olyan étek is, amit mi találtunk ki a véletlen folytán, vagy szándékosan. Viszont nagyon jó szakácsai vannak, és nagyon jó ételeket főznek. A könyv is meg van fűszerezve számos ilyen recepten. Igen, mindegyik mellett van. Amelyet te is ajánlasz, aztán vannak ebben kedvencek is. Van. Egyedi receptek. Fortélyok, praktikák, technikák a vadételek küldését tekintetően? Hát különösebb praktika az nincs, az a hivatásos vadászok vagy szakácsoké. De ami a véletlen hozta, mit tudom én, van benne olyan, hogy dupla lecsó. Lényegében semmi értelme nincs, de nagyon finom.
A dolog úgy történt, hogy barátaim azt mondták, hogy fölugrunk hozzá Gyula, csinálj valamit, mondtam, jó, gyertek föl, csinálok egy jó lecsót. Jó. Én föltettem a lecsót úgy, ahogy kell, hát azt gondolom, hogy mindenki tudja, paprika, paradicsom, szalonna, komedja. És bementem a szobába, és valami nem tudom milyen könyvet, lehet, hogy a 60-ig Rasalkovics kastély történetét, valamilyen könyvet elkezdtem olvasgatni, és egyszer csak azt mondja, Jézusom, mi van a lecsóval? Kimentem, és a lecsó, az, hogy úgy mondjam, nem megfűt, hanem agyófűt. Teljesen pröty lett. Na most mit csinálj? Hát így nem az adóna. És akkor jött egy gondolat, fogtam az egészet úgy, ahogy van, betettem a Turmix gépbe, leturmixoltam, vissza a lábasba, frissen vágtam rá, paprikát, paradicsomot, kolbászt, egyet rottyant, jöttek a vendégek, és dupla lecsóként. És nagyon finom, érdemes megpróbálni. Mondom, azért nincs értelme, mert dupla annyiba kerül, mert kétszer kell megcsinálni a lecsót. Viszont remekül sikerült a dolog, és azóta már többen, akik már kóstolták, már többen megcsinálták otthon is. Vannak ilyen. Akkor a véletlen fortélyok, vagy éppességgel a szándékos fortélyok praktikái fűszerezik a konyha világát. Van-e olyan vadétel, ami nagyon speciális bodrogi módra? Nem nagyon speciális, de már most bodrogi módra. Békés Csabát tanultam Farkas Miklós barátomtól. A bogrács. Bográcsba, mondjuk az ősz, pörkölt, vagy szarvas, az úgy készül, hogy alulra teszek a bográcsba, alulra teszek csontokat, lapos csontokat, és a zsiradékot. Aztán egy sor hús, egy sor hagyma, egy sor paprika, paradicsom, fűszerek, megint egy sor hús, megint egy szem víz, semmi, csak a paradicsom, paprika, és ez így összerakom föl a tűzre, és csak így, semmi más kevergetés nincs, csak így. És a legvégén teszem bele, amikor már kész van, teszem bele a piros paprikát, meg az egy pohár vörös bort. Érdemes megpróbálni, nem kell letisztelni a hagymát, nem elhelyezni, minden saját magát megcsinálja úgy, hogy sűrű a szaft, és lehet tunkolni, tehát külön lehet hozzáfőzni egy kis krumplit, vagy aki amilyen köretet szeret hozzá, én kis savanyúságot, mindjárt éhes leszek. Tehát ez egy olyan speciális dolog, hogy amikor először valakinek mutatom, azt mondta, ez nem lehet, hát a hagymát előbb meg kell tisztelni, aztán meg mondtam, nem, össze is vesztünk, aztán végig azóta is ő is úgy csinálja, mert ez bográcsban ez a legjobb változat. Még én visszatérek a könyvhöz. Igen. A bevezetőjében említettem azt, hogy a vadkalandok kapcsán a vadak úgy vannak bemutatva, hogy egy-egy bevezetővel illusztrálja, hogy fölkeltse a hangulatot. Igen. Fölkeltsd a hangulatot, ám a vadászkalandok kapcsán is nagyon, nagyon változatos fogalmazások és nagyon szép szófordulatok díszítik a könyvet. Azt kérdezném, hogy van-e olyan vadászkaland, elmondtad a méltóságát a szarvasnak, hogy megfigyelted, de azért sokkal izgalmasabb kalandokat és sokkal hangulatosabb kalandokat is olvastam a könyvben, a mesterlövészről, az avatásról. Na, az egy érdekes dolog volt. Kérlek szépen, Kiskörösön voltam meghívva, nem tudom, Matyi volt a vadászmester, ő volt meg, és Matyinak volt egy nagyon jó kis szűk Trabant autója, és mentünk ki, én egy bakra voltam meghívva, és különböző nézegettük erre arra, nem vittem magammal keresőtávcsövet.
csak a puskán, ami távcsőhúr. És megyünk. Ő mindig megáll, egyszer csak megáll, azt mondja. Na jó, van, ez a mi bakunk. És egy ilyen nagy fa mellett, körülbelül egy olyan 600 méterre volt át egy őz. Én megmondom, hogy nem hoztam a puskát, ugye ebben a kis szűk autóban próbálgattam valahogy úgy kirakni, hogy aztán majd belenézek a távcsőbe. És így vacakolok, ott megcsúszott a könyökön, bum! Elsült a puska. Na mondom, most jön az, ami ilyenkor szokott, hogy a büdőn hát nem tudsz vigyázni, hát azért ez nem olyan dolog, ez. De ehelyett azt mondja, az anya. Mondom, ez nem úgy hangzik, mint aki le akar engem tolni. Megint csak azt mondja, az anya. Hát ez legalább 600 méter. Mondom, igen. Próbáltam úgy csinálni, mindenki úgy így szokott, reggel fölkelek. 600 méterre egy bakocsak úgy oda kelek. Azt mondja, meg gyere oda, megnézzük, hogy mi van. Oda mentünk, nyakom volt lőve. Az első osztálynál is első osztály. Mire a faluba beértem, már beértünk az autóval, már a kocsmába tudták, hogy a mester lövész. Úgyhogy soha többé kiskörösnek az feléje nem megyek, mert képesek azt mondani, mint egy 150 méterre, hogy a tessék itt van, te ügyetlenkedem vagy valami. Úgyhogy azóta se voltam ott, de mesterlövésznek tartanak azóta is kiskörösen, 600 méteres bakkal. Ez így is van, tehát a történetekre rátapintunk a könyvben, úgy látom, hogy eltaláljuk a szarvas, most mesterlövész történetét, a leghangulatosabb egyébként az egész könyv ilyen, hogy mindenkinek nagyon tudom ajánlani, mert hogy nagyon vizuálisan van írva, a hangulatot ugye természetesen fölidézi, és hát a vadászati élményt. Ja, hát van egy pár, mint voltam a Eger. Egy eger baktám, és meglőttem egy kis 50 kiló kis kant, de hátul találtam el, úgyhogy el tudott menni, és így a tagokkal fölálltunk egy ilyen sorba, hogy megkeressük, hogy hol van, és mentünk előre. Úgyhogy egymást nem láttuk, mert ő kettővel lejjebb, egyen följebb. És ahogy megyek, egyszer csak hallom, csat-csat-csat a fogal, csattog. És ugye fa mögül, így hát a disznó is nézett engem. És pont így volt. Tehát nem lőhettem oda, mert mögötte ott volt a vadász. Úgyhogy gondoltam egyet, fogtam magam, elszaladtam hátra, és onnan lőttem meg a disztót, a többiek meg röhögtek rajta, mert látták, hogy nem azért állott, hogy megtámadjon engem, hanem mert nem tud tovább menni. Azt látták, hogy a Gyula fogja magát, szalad egy nagyot hátra, aztán onnan lövi a disztó. Várt egy pár nagyon jó pofa. Jó, a történetek voltak, itt 60-ban is volt. Itt volt az Infinim Road, de volt egy ilyen egy társaságban. Ide jártunk, mert meghívtak bennünket, és itt volt olyan fácánvadászat, hogy egyszerűen nem tudtam elhibázni a fácánt. Jött a fácán, bum, ha innen jött, bum, hogy egyszerűen képtelen voltam. Úgyhogy a többiek már leálltak, azt mondták, hagyj vadászol a Gyula egyedül.
Művész úr, volt a kedvenc kutyád, vadászkutyád? Van, most is van. Most is van, de volt a Maxi. Maxi az egy német, szálkásszőrű német vizsla volt. És a Szőregen tanították meg vadászni. Fantasztikus vadászkutya volt, az őzet elhozta. Tehát ez erős olyan. Egyetlen egy, hogy a csibész vadőrök egyik alkalom, ugye beakasztottak neki egy macskát így a szájába, és amíg azt leráztam, addig úgy megutálta a macskákat, hogy de nem létezett előtte macska. Biatorványon volt egy vadászbarátom, a Bogdán öcsim, annak a felesége, a Vali, az meg imádta a macskákat, és volt is neki egy jó pár macskája. És egyik télen kimentünk hozzánk látogatóba, és hát ben voltunk ott, mert ettünk itt túl mindenki. És én mondtam, hogy de ott benne a lakásban, kimentem a tornácra rágyújtani. Ott ült a Maxi, öt macska illen volt. Így gondolom, hogy ezt a Vali megváltja. Akkor világ vége, hát egy mit csináljunk. Gyorsan letudtattam a tornácra a macskákat. Bementem, és azt mondta, megyünk haza, de miért? De nem érdekel, gyere. Gyorsan kabátot, miért, mi van? Ne törődjetek vele, gyere. Hát mindegyik, biztos a papa megbolondult. Egy fölkapnál a kabátot, így mentünk ki. Maxi ott ült, és így az öt macska. Vissza volt rakva rendbe. Hát szegény Vali ájúdozott. Az öcsi meg rettentően őt van, meg nem szerette a macskát. Szóval ilyen kutya volt a Maxi, de különben fantasztikus. Hát először is remek szimata volt, és nem létezett, ott sebzett vad nem volt. Az elhozta az őzet is. Tehát volt még egy-két nagyon jó kutya, Tigris. De mindegyik jó vadász, hogy most van egy labrador. Ő is jó vadász, hogy gépgödöllő van most éppen. Ott a mester tanítgatja. Ő már lánykutya. Tehát már volt is neki öt kölykek, hát azok is mind vadászokhoz kerültek, nagyon ügyesek. Művész úr, áttérünk a másik könyvre. Másik könyvre? Irka-firka címmel jelent meg. Rövid gondolatok, mondhatni, hogy aforizmák, vagy olyan gyűjtemények, amelyek így... Hát ilyen kockás füzetbe össze-vissza írogattam, és aztán Kaposi Miklós barátom, dramaturg, azt mondta, hogy csináljuk belőle egy könyvet, és akkor ő kiszeregette a írásokból azt, amit úgy talált, hogy jó. És aztán abból összeállítottunk egy ilyen irka-firka, hát ez tényleg irka-firka, ami éppen szembe jött történet, azt leírtam. És azóta is, tehát mostanában már régen nem olvastam, úgyhogy nem is tudom, miről szól. Igazándiból, ha megengedik, vagy megengeded, én megosztom a közönséggel. Kérlek szépen! Mert hogy valóban így született a könyv, hogy mindenféle, ami művész úrban megfogalmazódott úton, útfélen, utazások alkalmával, akkor ő lejegyzetelte valóban egy kockás füzetben, aztán a kockás füzet most már egy ilyen nyomtatott változatban, gyűjteményben van. Nagyon sok szépet és jót írsz a vadászatról is, és a halászatról is. És mivel itt a Vadászati és Halászati Múzeumban vagyunk, Kárpát-medence Magyar Múzeumában, a Széchenyi Zsigmond nevéről elnevezett múzeumban és Krassalkovics kastélyban, ha megengeded, akkor én ezt felolvasom. Jó!
Vadászat és halászat. A kezdet kezdetén, amikor még nem volt közismert a rendezvény, történt velem, hogy indultam a vadászkiállításra, beültem a taxiba, és a taxis megkérdezte, hová? Hirtelen ki akartam mondani, hogy a, és nem jutott eszembe, mi is a neve az utcának, mert már nem Dobi, de BMW-se ugrott be, csak nyögdécseltem, mire a sofőr még egyszer megkérdezte, akkor hová? Nagy nehezen kinyögtem, fehova. Hova? Nézett rám gyanakodva. Mondom, hogy fehova. Akkor még, akkor miért tetszett taxit kérni? Hogy érti? Hát, ha sehova se tetszik, akkor... Ja, és röhögtünk, mert elmagyaráztam, hogy a F az fegyver, a H az horgász, a V az vadász kiállítást, amiről akkor még csak azok tudtak, akik érintve voltak valamelyik ágazatban, vagy akinek éppenséggel a szakmájából kifolyólag tudniuk kellett, hogy beszélniük kell róla, mert mondjuk színész volt az illető, és mondjuk egy televíziós sorozatban éppen egy fővadászt alakított, mint például Trokán Péter barátom, aki legalább annyira tetszett abban a sorozatban, mint amennyire nem értem, hogy az egészséges ember hogy lehet szenvedélyes horgász. Trokán, ne törd a fejed a horgászást, nem magyarázni, hanem csinálni kell, Bodrogi erre válaszolti. Jó, elfogadom, hiszen a vadászattal is így van, csak hogy a vadászatnak van értelme. Trokán, a horgászok meg értelmesek, kár ezen vitatkozni, Bodrogi. Én is azt mondom, hogy kár ezen vitatkozni, mivel a napnál is világosabb, hogy a vadászat egy szép sport. Trokán, ezzel szemben a horgászat gyönyörű, Bodrogi, hát persze, órákat ülsz a vízparton. Trokán, mint te a magas lesen, de én látom a fákat, a bokrokat és a virágokat. Én meg gondolkodom, a fenét, csak bámulod a vizet, meg azt a kis nyavajgós úszót, miközben én észreveszem a vadat és figyelem. És lelövöd. Te meg, amikor megmozdulod a kis vacak láthatatlanban, kirántod a zsákmányt, ez így igaz, de aztán megnézem, és ha nem megfelelő, visszaadom a víznek. Próbál te a mínuszpontos bakokat vagy a bikákat visszadobni az erdőbe. Állj! Nekem ott a távcső, én előre meg tudom nézni, hogy milyen a bak és a bika, és te ezzel együtt még soha nem lőttél olyat, ami ne lett volna szabad. És még sorolhatnánk és folytathatnánk ezeket a magvas gondolatokat. Ilyen és ehhez hasonló kedves történetek, megtörtént események fűszerezik a életedet és a mindennapjaidat. Egy kicsit a tervekről, a jelenről, a családról. A jelen az tulajdonképpen mindig azon múlik, hogy mi a következő munka. Az előbb már mondtuk, most még lesz majd egy Tamási Áron darab a József Attila színházban. Aztán hát a család, hát egy unokák, ugye az már 12 éves, meg 9 éves, úgyhogy egyik nagyobb, mint a másik, egyik szebb, mint a másik, és természetesen okosak, mint a nap. Ezt tudom mondani a családról, meg a tervekről. Hát most pillanatnyilag ez van. Művész úr, zárszóként a megtiszteltetést köszönöm, hogy a beszélgető társad lehettem, és ezt az élményt is, amivel gazdagodtam a te társaságodban. Mi kívánunk az életedhez nagyon jó egészséget, a közelgő születésnapodra a legszebb napokat, családod és szeretteid körében, és számos szép éveket a természetbirodalmában, az elcsendesedésben, és harsogó közönséget, tapstól hangos nézőteret a színház színpadain. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál, nekem volt megtiszteltetés a beszélgetés, minden szépen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött, mindenkinek, aki meghallgatott, és mindenki eljött, ki eljöhetett, és mindenki itt van, ki minket szeret. Úgyhogy szép jó estét mindenkinek!